reggeled, Vietnám üdvcsatornál, szevasztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videósorozat következő részével. Hát ezért ez a beköszönés, ez mindig egy kicsit rövidebb részt, vagy rövidebb címet is választottam volna ennek a sorozatnak. Na, aratunk a három kombájnnal, és nagyon ne is nézzünk csak, mint a batykiak szokták felénk mondani, hanem ugye most már neki is adnánk küríteni. Azon agyallók, hogy ezt a búzát nagyon gyorsan be kellene vinni, és a mega már 59%-on van. Igen, gyerekek, csapjuk neki, és akkor a kamazzal, meg nekiállunk szemet hordani. Nem tudom, hogy mennyibe megy most a bab. Olyan túl sokat nem is tudunk eltárolni sajnos. Emiatt nem tudom, hogy mit fogunk, mi lesz a tökéletes megoldás erre. A mai részben egyébként tervezem megvenni a következő földet, ahol ugye el fogunk kezdeni építkezni. Na, a búzát, ezt ide beöntem egyelőre, jó? Mert hát, hogyha szükségünk van az ifára, ami erősen esélyes. Na, erősen esélyes, hogy egyébként szükségünk lesz az ifára. Mivel lehet, hogy nem nagyon fogunk. Nézzük meg, mennyibe megy a szója és hol. A szója bab 2560 és fölfele megy. Úgyhogy ez nem rossz, itt meg 2700 ér lefele. Lehet, hogy amíg fölfele megy, azt fogjuk csinálni, hogy azt megvárjuk, hogy nyíl, erre felmenjen, és akkor kifog. Egyébként suhan! A klassz mega suhan, gyerekek! Igaz, hogy a Donas ugyanolyan vágó azt a szélesség, de a klassz meg az iszonyat gyors. Oda nézve, milyen dinamikus. És a dinamizmus az nagyon sokat számít. Mert ugye gyakorlatilag másfél olyan... Figyelj, olyan, mint hogy a klassz meg a vágna két sort, vagy nem a klassz meg, hanem a Donog vágna két sort, addig vág a klassz meg a három sor. Ugye az 50% sebesség az annyit jelent, annyit dob rajtunk. Nyomunk is a klassz megán egy... ürintés. Úristen, milyen sebességgel megy, gyerekek. Hát nem érjük utol. Hát nem érjük utol, meg végre, hosszú cső. Jaj, ez majdnem fel is borított minket. Végre nem kell belállni a seggébe, gyerekek. Mármint a... Ó, de jó, oda néz. 15-tel aradunk, gyerekek, 15-tel. Szóval nagyon lassan ürít. Oda néz, milyen lassan ürít. A Dorn szerintem gyorsabban ürít. Kell lassan ürítünk be. Na, mi van már? 38%? 33? 29? Ej. Hú, az egy egész tizét, egy utca hosszat kell vele végig ballagunk, hogy leürítsen. 1%. Jó, megtörtént. Menjünk egy Donhoz. Hát ez mit csinál, hogy Don? Az meg már ide rekettyést is vágja. Jó. Oké. Nagyon jó vagyunk, gyerekek. Beállunk emellé, ezt is leürítjük, utána megyünk a harmadikhoz, aztán ez 30%-ra megtöltött, konkrétan becsúszik. A fű, egyébként észrevettem, hogy a fűben csúszik ennek a kereke leginkább. Jó, csináld, nyissad. Az a baj, hogy ennek ez nagyon közel kell menni. Jó magas az a pót. Na, mi van ma? És beleakadtam, vagy mi van? Bele. Ja, a Donokat egyébként lehet lecserélnem meg átra. Figyeljetek, gyorsabban learatnám, hát nézd meg, ezt 10-zel megy. Az baze kétszer végigér, amíg... Kétszer végig... Nem, háromszor végigér, míg ez, de egyébként ez meg ilyen extrém gyorsan kiürített, de jó. Nézzük, hol megy a következő, pont fordult, megpróbálunk bevágni elé. A gyerekek megrakottan nem is fogjuk tudni a megával a... az irabot tartani. Na, hogy három kombájra lehet aratni. Ja, gyerekek, nagyon bele vagyok élődve. Bele élem magam. Na, hát, hogy vágjunk be elé, mert amire odaérünk, le vegy a nap. Egyébként ez a komoz, ez nem egy erőgép. Meg úgy... Ugye a tarlón nem nagyon akar menni. A föld nem az erőssége, de a mega gyerekek, figyeljétek meg, hogy a mega, az a kétszer annyit learat, mint amennyi, mint a Donok. Úgyhogy itt mutat kozik meg, hogy sebesség az. Meg olyan jó, hogy hosszú a csöve. De meg olyan rövid, és úgy utálom. Azt nagyon utálom. Itt játszani kell vele, hogy épp hogy. Viszont ez meg ilyen extrém gyorsan kiürít. Mert hát azért is tűnünk gyorsnak, mert lassan megyünk.
Jó, a kultivált területre rámegyek, lesz baj. Na, jó, még egyelőre nem kell menni a megához. Erősen agyalok egyébként, hogy az ifával behordom a silóba. Ezzel meg ugye csak azt csinálom, hogy a silóból kiszedem. Ez egyébként lehet, hogy jó lenne. Vagy pedig valami olyan gép kellene, amelyik átrakókocsi-szerű dologgal működik. Mert akkor igazából ezt csak arra használnám, hogy ugye elvigyem A-ból B-be. Hogy esetleg egy nagyobb kamion venni. Földszélén akkor már tényleg azt kellene így kilogisztikázni, hogy mi volt ez a hatalmastan. Ja, mivel akkor lenne egy ilyen átrakókocsink és lenne egy kamionunk, akkor ugye földszélén állna a kamion, abba behordanánk az átrakókocsival. Ezt ugye már egyszer felvetettük, meg így gondolkoztunk rá, de lehet, hogy érdemes lenne. Jó, az ifa az meg viszont tök pörgősen működik, az tetszik benne. Nézzétek, ne felejtsük el, hogy a klassz, azt már lehúzta keresztbe az egész földet. És nézzétek, milyen széleset már lement. Jaj, az ifa nagyon tetszik, az viszont tök gyors. Az ifa ez nagyon jó. Jaj, gyerekek, nagyon élem, aratunk, gyűn a lóvé, nem tudom, hogy mennyi pénzt fogunk kaszálni. Nagyon kíváncsi leszek rá. Ezt a klaszt, ezt élmény izajáni, üríteni komolyan. Mit csinál az utolsó minden egy megy? Hol? Nem is látom. Már akkor a föld nem látod át. Megértem testvérem. Na jövök, nyissad. Gyorsabban is nyitja szerintem a csövet. Aha, gyorsabban nyitja. Na jaj, de jó, ilyen jó messze tudsz tőle jönni. Á, gyerekek, nagyon élem! Júj, már a sorskártya, ne felejtsük el. Ma sorskártya, ne felejtsük el. Na viszont ez már ki is ürített. Nézzük a következőket. Hát is megyek, gyerekek. És lehet, hogy akkor azt fogom csinálni, hogy... Nézzük egy távoli képet. Hát igen, a megákat egyébként támogatom a donok helyett. Igaz, hogy csak 6 méter, viszont sokkal gyorsabban aradsz vele. Támogatom a megánk vásárlását. Azért 5-te gyorsabban aradsz, ez nem kevés. Ez ilyen nagy popa stílusban nyomja. Figyeljetek, vagy esetleg veszek még egy megát, majd meghagyom a donokat, és akkor így szépen, finoman, először ugye 4 gépet, gyerekek, ez milyen lassú, ez olyan furcsa. Így, akkor már 4-jel tudok aratni, és akkor utána szépen kivonom a forgalomból a donokat. Ez lehet, hogy az kéne. Ez egy ilyen jó rendszer lenne. A szója aratás nagyon jó. Tele leszünk lóvéval, mint a ló. A szója aratás nagyon jó. Hínye. Imádni való. Ez is 41%-on van, tök jó. Szóját egyébként szépen el lehet látni, nem egy olyan nagy kunst. És ugye most már mehetnének esetleg, figyeljetek, mondjuk a vetőket nem akarom elindítani. A vetők azok baró gyorsan dolgoznak. Az nagyon nem gyengébb láncszem, de mondjuk a legvégét már ugye kihozhatnék egy vetőt, és akkor lehúzgódhatnám, és akkor nem lenne itten gond rá. Ez 41%, ez gyorsan, ezt... Azt csinálom, hogy ezt leürítem. Indulj-e, barátok? Egyébként látod, lehúzod a szélét, akkor tök jól működik. Ezt kileürítem, és akkor beviszem, beöntöm. Kivesszük majd a kamazzal, ha úgy van. És kihozok egy vetőt, megcsinálom már a szélét. És akkor előbbre vagyunk. Na ez meg bőven. Oké, visszük be. És akkor megcsinálom a szélét szépen. Élvezetes. Megyünk ki az útra, hogy gyorsabbak vagyunk. Jó. Ja, itt maradt egy csík. Ilyen vékony csík. Lehet, hogy elengedem. A pénz, gyerekek, meg... Új, ez a szalma, itt az elég érdekes, hogy itt maradt. Ezt nem lehet valahogy eltüntetni? Azt nem tudom felszedni, hogyha nem az én földemben van, az érdekes lesz. Nos, kocok, akkor ezt borítsuk be.
Oké. Kamozza, be is alhatnék alá. Csináljuk, 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 kamaz. Egyébként kamazra dobhatnék egy pautot is. Azt akkor úgy vinném el, érted? Akkor nem kell. Figyeljetek, a kamaz, az akkor csinálja azt, hogy az csak ilyen ország, hogy legyen, mert egyáltalán nem jó, nem pörög. Nem jó, nagyon nem jó a izébe. Nagyon nem jó a... Hogy is mondjam, ba? Tudod, mire gondolok? Hogy ne tudnád. Nagyon nem jó a földreken. Az IFA behordja, a kamaz, figyelj, olyan, mint a átrakókocsin lenne, nem? A kamaz az mindig itt parkol, és akkor engedi. Ennyi. Ez tök jó. Szólja, ba. Szerintem ez például logisztikai szempontból baromi jó. Hogy behordom, kamaszba átengedem. Szerintem tökéletes. 23 ezer liter, azt hiszem, ebben valami 8 még befér. Jó, hát meg meg se telik. Oké, okay, tök jó. Amit mondtam ugye, hogy akkor kihozok egy ilyet, és nekiállok vetni már. Valószínűleg, hogy még szója babot szerintem, hogy tyúkok ki fogják egy vetésforgot simán húzni. Miért ne húznák? Ugye kimegyünk, aztán húzom is már akkor, gyerekek. Szépen én egyedül. Kovács Péter fél kézzel. Lol. Nyia, oké. Okay. Ánjjának is annyi. Tök jó, imádom. Nagyon tetszik egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élem. Nagyon élem azt az egészet. Figyeljetek, tök jó, mert a vetést meg tudom kezdeni, sőt, kihozhatnék még egy vetőt. Csak nem akarom most belebonyolódjanak itt a gépi munkás. Az a baj egyébként, az a föld, nézd, látod? Itt derült ki, hogy a szélesebb, de... Meg hogy olyan furcsa, miért ilyen keresztbe megy ez az egész? Mindegy, akkor várjál ma. Így, akkor húzzuk. Inkább húzzuk átlapolva, mint itt elhagyjuk. Idegesít, hogyha elhagyjuk. Ja, még egy adag babot vetek, azért, hogy egy kis pénztermelés legyen. Jó, ezt is lehúzom, aztán Isten áldjon. Ja, még egy adag bab kellene. Egyébként elmondom nektek, hogy a klassz sokkal-sokkal gyorsabb. Sokkal gyorsabb. Hát nézzek például ez a domb milyen kicsit húzott még itt. Látod? Meg van javítva vágóasztal? Vagy mi a szar? De hát ez is tízzel ment a másik. És szerintem meg volt javítva. De ezek ilyen extrém lassú dögök. Oké, figyelj! Ránézek erre a dolgra. Hát ez is ki lesz tízzel, mert megnézem a vágóasztalát. Jó, baj, terül a teamfort mond. Kondíció 94%. 98-90. Gyerekek, ezek lassúak mind a tetű. Úgyhogy ezek nem a legjobbak. Hol az IFA? Itt az IFA. Megjött az IFA, mehetünk üríteni, ugye? Ó, annyira jó a logisztika, tök jó. Megforulunk az átrakó. De egyébként egy átrakókocsi lenne a tökéletes. Figyelj, az a baj, a mega éppen fordul, úgyhogy menjünk egy másikhoz. Hát, gyerekek, a mega, ez iszonyatosan jól megy. Úgyhogy a megákra kellene rá fókuszálni, vagy pedig még nagyobbakra. Hát tök jó, várjál már, hány? 14. 14, 14. 14 perc aratunk. Konkrétan. Oké, okay, ez meg is, oké, okay, le is ürítettük. Megyünk a megához üríteni. Tök jó, hogy így behordom ezt valahogy. Nem tudom, hogy néha tök büszke vagyok rá, hogy így összejönnek a dolgok. Mondom, ti is vagytok itt így, és ez nem ilyen nagy képviség, hanem ilyen te örülsz neki, hogy jaj, de jól összejönnek a dolgok, hogy így pont kijönnek, pont egyáltalán. És még nem állt meg egy kombány se, és tök jó, és ez ilyen nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogy pont kijön, amikor kijön a matek, érted? Ebben van bőven. Ugye ez nagyobb is, 8000 literes hajó, sejtem? Azt hiszem, hogy 8000 literes ő.
Hogy mekkora? Ez még nagyobb? Vagy mi? Ez nekem nagyon gyanús. Egy 10.000 literes ő? Lehet, hogy egy 10.000 literes. Azért az mondjuk nem mindegy. Jó, hát ez vissza... Menjünk el az utolsó dronhoz. Nem, hogy véletlen leálljon. Hol van? Mit csinál a dron? Ha, utom van. Hát lehet, hogy inkább beviszem, mert az a baj, hogy nagyon-nagyon lassúak vagyunk. 85 százalék, vagy mennyi van? 68 százalékon az utolsó dron. Simán visszaérek. Legalább megnézzük, hogy mennyit termelünk. Mennyi az lesz a bolyából? Hány liter jön le? Azért jó, hogy így beordom magamnak. Hát a klassz az fél éveket vár. Gyerekek, a klassz az kétszer annyit learat, mint a izé. A klassz az kétszer annyit learat, mint a donok. Ezt komolyan mondom. Nagyon jók. Ezek a klasszok. És valószínűleg, hogy itt fogunk akkor erről, ezzel reformálni. Hát nézzük, hogy úgy megy, mint a dúvad. Hallod, a klassz, meg a donok, itt a helyezkedés is ugye olyan tök lassan csinálják, a klassz az meg így tök pörög minden trája szóró. Jaj, de örülök neki gyerekek, olyan, ez is tök jó. Ha nézzem, milyen széleset le darált, meg úgy megy, mint tényleg, mint az őrült. Megyünk az utolsó donhoz ám. Erő már 78%-on van. Hát ez az ifa, ez tök jó így behordani ide. Jaj, de nagyon tetszik ez, nagyon élem. Öcsém! Na, ilyet még nem tapasztaltam ezzel. Kisodródtunk, de ez egy tök reális volt. Slip az mennyi volt? 100%? Nem figyelted, biztos mi? Na, hol vagy utolsódon? Don Quixote! Ti aztán nem kapkodjátok-e, gyerekek? Ti aztán nem kapkodjátok-e? Nem kapkodod, de barátom, mi? Na nyissad azt a csövet. Ó, ez a gyitás is, öcsém. Figyeld. Most meg már fikázom ezeket a donokat, aztán mennyit dolgoztam velük, mi? Na, kinyitott, és még mindig most nyitottak. És olyan extrém lassan csinálja, hogy az őrület. Ez azért három, mehetünk. Ja, mondjuk, ez az utolsó dont, ezt ne nézzük, mert ez hosszabbat húz, ugye? Jó, gyerekek. Mega, gyere barátom! Ó, imádom, tehát tetszik igazából az, hogy baro jól néz ki. Ez is egy jó dolog, ugye? Ja. Nem, mint olyan kis, jaj, végre egy kis modernitás, ugye? ...29-25, 22%, 19, 15, 13, 12, 9, 8, 6, 5, 4, 3. Oké. Okay. Visszük a szemed, egyébként bőrületesen nagy mennyiségű jön. Bőrületesen nagyon nagy mennyiségű jön. Visszük be a telepre, jaj, dolgozzunk ezerre! Új, valahogy nagyon tudok örülni most. Látszik, jön a lóvé. Hát meg közben ugye pörgettük az időt, tikok is mennek, meg ugye hát az árba még mindjárt bele fogunk pörgetni. Megnézzük, várjál meg, ránézek ezen az árra, ez érdekel engem. A papocska itt fölfele megy, ugye ezzel kell majd manipulálnunk egy kicsit. Egyébként lehet, hogy még egy pótkocsit bekötök a izé után, a kamaz után. Van még remorkánk, azt akkor, hogy minél hamarabb vigyük el, érted, ne kelljen annyit fordulni. Na. Ki? Ezt ki átugrunk, ezt meg töltsük ma. Mennyi van rajtunk? Arra nagyon kíváncsi leszek. Rajtunk van... 30.000? 30.100, oké. Okay. Akkor rajtunk van 30.100, meg van beragva... Hol van a bocska? 14.000. Akkor ma 45.000 liter van, ugye? Ez kb. Mennyi van learadva? Hát, már fele nincsen, úgyhogy szerintem egy ilyen 80.000 liter
fog lejönni, ugye? Olyan 80 ezer liter, kávé, annyit számoljunk. És mennyi az ára? 80 ezer liter, az, hogyha 2500-zal számolnánk, akkor is olyan 200 ezer pénz be fog jönni. Ugye? Körülbelül jó számolom. 200 ezer pénzre számolunk csak a babból. Plusz a tojás, abból megint számolok egy olyan legalább egy 3-400 ezerre, úgyhogy 500 ezernek a nap végére, vagyis a rész végére meg kell történni. Na várjatok, de viszont egy sorskártya az nem ártana. Nincs elindítva, bocs ez érte. Keverjük, és akkor menjen egy sorskártya. Azért, elfeledkezett a kipar a sorskártyáról, bár nem ment még annyi idő el. Pályázatot adtál be, dobj újra, ha ismét 27-es számot kapsz, akkor megveheted a TS telepet. Jó, hát 27-es számot még egyszer dobni, gyerekek. Jó, oké. Okay. Nem dobtunk 27-est újra, ugye ilyenkor nem ér természetesen az a másik sorskártya. Na, de közben meg aratás megy ám. Jó, srácok, hát ez ilyen. Ugye a TS telepet gyakorlatilag itt tudod megnyerni, hogyha valaki nem ismerné ezt a metódust. Ez ugye így volt, mert lebeszélve, nem tudom, hogy melyik. 0 km per órás sebességű. Jó, gyerekek. Várja, beleborult a izébe. Jó. Szerintem beleborult. Hogy hol vagyunk? Igen, ez beleborult a vízbe megint. Itt valamit kell okoznunk, mert ez így nagyon nem lesz jó. Itt valamit kell okozni, de valamit le kell rakni, betonlapokat, vagy valamit, hogy mennyi van, ki az? Ez nagyon szar. Vagy pedig le kell húzni a föld szélét, hogy ne legyen ekkora. Ó, ugye itt már megemelni a területet nem tudom, mivel ugye ez már nem az enyém. Mennyi ma van, hogy valami legyen meg. Na, rohadt életbe. Na, menj. Úgy, és régen megpróbálok kimenni. Na. Francis ember. Na, menjünk ma ki! A felelős ember egy kicsit problémák voltak. Na, ez testvérem. Jó, hogy figyelünk ki erre egyébként. Hol van a... Itt van. Túl pont itt vagyunk mellette, és azt hiszem, hogy ez. Pont ez van 84%-a. Na, tök jó megy az aratás, nem srácok? Szerintem baromi jól, mindjárt végzünk is vele, ez a durva. Aztán megnézzünk, egy kicsit pörgetünk az időbe, hogy maximalizáljuk az árat. És akkor megnézzük, a mellettünk lévő területet szeretném megvenni, meg el szeretnék kezdeni építkezni rajta. Az így az vonz az a része ennek az egésznek. Hát egyébként egy nagyon drasztikus építkezés fog lenni, azt majd meg fogjátok látni, hát az tényleg szerintem érdekes lesz számotokra. Mármint ilyen olyan szintű építkezés lesz, hogy ilyen nagyon durva. Egy olyan dolgot akarok, úristen, nem is tudom, azt szerintem több százezerbe kerül csak az építkezés. És több százezerbe, milliókba fog kerülni az építkezés, milliókba. De el fogjuk kezdeni, és most arra fogunk gyűjteni, hogy az a terület, ugye, az egy ilyen hibátlan, tökéletes terület legyen nek a számunkra. Na jó, akkor ezek megvannak, mehetünk a mega 65%-on. Na nézzük meg, várjál! A mega 5000-rel van 66%-on, akkor ez mennyi? Akkor egy harmada... Ja, olyan 8000 literes, úgy látva. Hát lehet, hogy esélyes, hogy bele fog zuhadni még a Dona másik oldalt is megint ugye a folyóba, úgyhogy lehet, hogy azt is csinálhatnánk, ugye, hogy lehúzzuk. Úgyhogy frankó lesz. Na gyerekek, kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog bejönni. Ki is tudjuk számolni nagyon gyorsan, hogy mennyi pénz ez. De hát a mai nap szerintem mindenképp meg fogjuk tudni venni a földet.
Én egyébként el is kezdhetnék vettetni. Kioszthatnék még egy gépet, aztán nyomhatnám a vetést. De figyeljetek, a vetés az tök gyorsabb megy, úgyhogy egyelőre. Meg amíg a vetünk, addig ugye majd tudunk más csinálni, például kellene hozni műtrágyát meg mindent az ifával. Egyébként most azért szerintem kezditek ti is érezni, hogy azért lehet itt pénzt keresni most már. Nem keveset. Ilyen két részenként ilyen félmilliókat azért össze tudunk már kapni, azt még sehol nem vagyunk. Ugye igaz, hogy a marhákkal sokat kell vinkorni, de ha belegondolsz, ugye nagyon, hogy mondjam, azt meg úgy állok ide, hogy majd le fogok róla csatlakozni, hogyha fordulni akar, hogy ne veszítsen időt. Úgyhogy ha véget ér, akkor lefordulok róla, végigér. Úgy forduljál meg nyugodtan, testvérem. Jó, nem zaklat, leforduljál. Azt majd odaállok meg, jó? Oké. Azt a dont, amelyik távolodik, azzal majd figyelek rá, aztán megfordítom én. Ez meg gyakorlatilag kettőbe le fogja húzni ezt a területet, úgy látom, ami maradt neki, a klassz. Oké, jövök, haver. Ugye gyakorlatilag ilyen nem morolt nagy kombájnokat vennél, ma háromszor learadtuk volna. Előbb-utóbb az lesz a gyerekek, úgyhogy arra készüljünk fel, hogy a Keeper az előbb-utóbb el fogja engedni a morolt gépeket, meg a retro gépeket. De jó. Nem győzi jó oldani a Keeper a jó sok anyagot. Jó, az meg bele is fog férni ma. Jó. A távolodó dolog, arra rá kell nézni majd. Hú, nagyon élem. Az ifa az, nem jó állapotban van. Mindig meglepődök, hogy milyen lassan megyünk, aztán van rajtunk anyag. Azt a remorkát, azt lehet, hogy még befogom a kamoz után. Minél gyorsabban fogjon. Szóval ugye így érdemes ideállni ezzel, mert a távolodó, ezt itt én majd mindjárt megmondom neki. Na biztos, hogy belezúgna oda. Jó van, tesó? Majd én indítalak. Sőt, azt is csinálhatnám, hogy ugye lehúzom itt ezt. Aztán akkor nem lesz bele baj, akkor már el lehet engedni a kedét a gyereknek. Egy. Gyors pördülés, még egyszer, és akkor már biztos nem fog bele zúgni abba a patakba. Úgy. Úgy van, testvérem. Mindjárt jobban érezzük magunkat, ugye? Jó, ott egy érdekes, ez vágta le. Mehetsz, nyomjad neki. Ő meg végez, és ő milyen mennyire gyorsan megy. Nyimolj, nagyon imádom ezt a klaszt. Dominátort. Nagyon imádom. És mozog az ülés, tök, ugye ez már egy kicsit komoly gép, nem? Ez olyan kicsit komoly. Nya. Oké, ide. Megyünk, odébb rakom. Dolgozzon ő is ott. Berakom a közepére, akár mennyit is megy, de menjen. Hamarabb végzők. Megindítom középen. Veres neki, haver. Oké, hozzuk az ifát. Hol az ifánk? Sőt, az ifával még egy pótkocsit. Lehet, hogy beakasztok a izé után. Kamaz után, hát ja, úgy közúton szerintem azért le fogja hozni. Ez az ifa, ez egyébként olyan. Ja, eltaboltam messze, aztán akkor nem ürített le. Gondolom azért van ez. Nem jön baze. Hát ezt hogy fogom megoldani?
Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy én így. Aztán oda megpróbálom oda húzni. Veszüljük neki, gyerekek. Beszorultam ide a kerítésre. Úgy, aztán akkor mindjárt tolatunk egyet. De egyelőre még nem. Mi van? Vagy megtelett a izé? Megtelett a silónk? Lehet, hogy megtelett a silónk, öcsé. 30 ezer liter bab benne van. Jézus Isten hallod. Gyerekek, azért siló bővítés is kell. Minden kell ide. Azt a romát tédet. Azt a román portkocsis. Ez meg ilyen road train lesz most már lassan. Azért már nem tudom hova rakni ezt a sok időt, anyagot. Ezt ugye be kéne még burítani. Úristen! Hát, azt hiszem, hogy kaszálunk elég nagy pénzt. Elég nagy pénzt kaszálunk, de nézzük mi van. Hát fárom, oké. Oda nézzetek, megy a két don egymás mellett, de jól néz ki. A izai meg mindjárt jön vissza. A meg a... Miért? Ja, megfordul, oké. Oda nézzetek, gyerekek, komoly dolgok mennek, mi? Meg a meg mindjárt jön szembe. Pont jó helyen is úgy látom. Gyertek babáim, ürítsetek ide, papának. Én nem olyan lány vagyok, tudjátok, ez majdnem úgy jön ki. Én nem olyan lány vagyok, mi? Kettővel, vagy három meg jön szembe, vagy még egy jön szembe, mi? Hát az jó lenne, hogyha elférnének, azt akkor nagyon király lenni, de biztos nem fognak, de mindegy. Jöv, az nagy... Adani, hogy jön a klassz? Da, de durva, nagyon durva. Ez a klassz az egy állat, ezt nagyon imádom. Oké, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Mehetünk. Nagyon-nagyon jók. Nagyon jók. Jó, azt le fogja húzni a klassz szembe. A dont azt lassan ki is vehetném, de mindegy, ott próbáljon meg, amit akar. Meg is vagyunk, gyerekek. Mennyi idő alatt? Egy fél óra alatt learadtuk ezt a nagy területet. Nem is voltunk a leghatékonyabbak. Mindenképp kombány csere még mindig lesz. Azért úgy látom, hogy szükség van rá, de viszont hatalmas pénzeket meg fogjuk keresni mindjárt. Belepörgetünk picit az időbe, hát remélem egy 2500-ra, vagy 2600-700-ra jó lenne, ha fölmenne a babára. Aztán mindjárt akkor lesz üzlet. A tojásról nem is beszélve, ma egyébként a szomszéd földet meg akarjuk venni. Egyébként tényleg már ilyen két részenként keresünk ilyen több mint fél milliókat, azért az nagyon nagy szám. Legalábbis nekem az, nekem egy öröm. Ugye mivel oldalra ürítünk, egy elég érdekes ez. Nézzük meg, mennyi van ebbe? Számoljunk már egy kicsit utána. Ebben van 40 ezer. A sílónkban 30 ezer. Úristen. Akkor az már 70 ezer. Hát akkor kicsit alul számoltam a dolgokat szerintem. De még jó, ez 4%-ig van csak, még hozzunk. Mindjárt kiszámolom pontosan, hogy mennyi az annyi. A donunk az lehet megint beleugratott? Nem. Jó, azt hittem. Figyeljetek, úgyis be kell hozni a kombájnokat, úgyhogy nem megyek el addig. Ezzel a dont, ezt lehet, hogy kikapjuk. Úgyhogy, ugye annyit csinálom, hogy inkább átveszem. Így, learatom a maradékot, learatom azt a sarkot. A klasszit ki fog futni, az pont ideális. Annak hagyunk ott egy kis csikot, jó. Ezt itt learatom a donnal, a végén learatom a donnal. Don Quixote! Jó, klassz, végzett. Azt a kettő kis csikot, azt meg leszedjem még. Megköveztek, hogyha ott hagyom. Megköveztek. Csak az az igazság, hogy az idő pénz, ezt mindig azt mondom, hogy amíg visszaérsz, oda, még ezzel a kombájnal is lehet, hogy addig termelsz máshol pénzt. Jó, az összes kombáj pont végzett. Ez majd ahogy egész jól ki lett számolva. Te fiúk, na jó van, visszafele jövünk azon. Túl gyorsan felemelt a balgom, aztán azt hittem már kiért. Ezt a kettőt még lecsettyintjük itt.
Ne viccelj, ez, ugye, 9,29, hány liter vesz egy ilyen? 36. Hát ez ilyen 5 eurókat érted, kaptunk érte. Várj, a liter jelve 2,5 euró, azt kaptunk érte, talán 10 eurót. Jó, van, ott rohadt meg, gyerekek. Ott rohadt meg. Mehetünk be, mindjárt kiszámoljuk, hogy mennyi pénzt fogunk elkeresni. Gyere, ne, ez már megint itt megbondult. Néha csinálják ezt. Nem is az a baj, hogy tolagasson, amennyit akar, csak az a gond, hogy költi a pénzt is. Útközben úgy beállítjuk ezt az ifát, és akkor az abba belengedjük. És akkor megszáll... 80 ezerre tippeltem, szerintem nagyon nem lőttem mellé. Ugye? Nagyon nem lőttem mellé, én úgy gondolom. Jó, minden kicsi. Menjen bele az ifába. És akkor majd nekiállhatunk vetni, de egyelőre nem akarok. Nem akarok, hogy neki. Figyelj, egyébként amíg le... Az is jó lenne, hogy amíg lelogisztik... De nem jó, mert pörgetni kell az idővel. Mert ugye amíg lelogisztikázol, de nem jó, ja. Jó, és csesztem. Lehet, hogy ezt újra kell majd vetni, ezt a csikort. Mert addig nem érdemes nekiállni vetni. Ugye volt a képer, amíg pörgetned kell az időben bármiért is, ugye. Úgyhogy ez egy hülyeség volt. Egyébként a gépekkel meg ha úgy tolatnék be, az lehet, hogy jobb lenne. Igen, jó messzire. Egyébként ezek a donok meg azért is idegesítőek, hogy olyan tetülassúak. Oké. Na nézzük, mi a szitu itt. Nem be se sok. Egyébként tök jó, nincs sok. Sőt, majd be is engedhetem. De nem biztos, hogy beengedhetem, mert lehet, hogy nincs annyi hely. Majd jól megnézem. Addig hadd menjen. Nézzük, bab vagy a fullon van. Úgyhogy azon nem tudom beengedni semmiképp. Úgy be kell ejteni az ifat. A klasszunk hol van? Ott a klasszunk? A klasszunkban nem tudom, azt hiszem abban több van. 30 ezer, meg 40 ezer, 70 ezer van benn most, meg ami az ifába belekerül, és akkor annyink lesz. Hát 80 ezerre tippeltem, szerintem olyan tök jó eltaláltam. Úgy érzem, hogy ez egy sikerült. Na, oké. Én még megkockáztatnék még egy babot egyébként, a szalma helyett, és akkor következőben nyomnánk egy baró nagy adag szalmát, búzát. Most arra gondoltam, hogy a szalma is kelleni fog. Következőre még bab, és utána meg már búza. És akkor a csirkéknek meg lesz a búza, a szalmát meg már be akarom tárolni a disznóknak. Úgyhogy ez így fog szerintem működni, ez így pont ki fog jönni, mert addig fel tudom építeni a különböző szalmatárolókat, meg mindenféle csodadalot. Oké, ő is jöhet ide. Oké, jöhet a klasszocska. Hát az ilyen egy dolgozni kell itt ebben. Ebben még van 5000 liter. Hát ez jó kiszámoltam, ez tényleg izét mondtam. 80 ezeret. Szerintem ez pedig olyan 78 ezerre sikerült eltalálni. Van egy ilyen nézet is, tök durva. Ez milyen nézet? Ez nem a cső? Nem. De ez a csőnézet. Egy ilyen... ez tök jó. Ezt gondolom inkább ilyen, hogyha ugye a videót veszed fel, akkor itt tök jó lesz. Nyitva van az ajtaja? Ez komoly. Ki van csapva az ajtó, gyerekek? Álló le! Ilyen nagy plexi ajtaja van már ennek. Na. Ja, jól találtuk. Körülbelül pont 80 ezer lett. Ez olyan lassan te ül itt. Jaj. Na végre. Oké, és akkor eladás lesz, gyerekek. Szerintem pörgetni is kéne lassan, hogy átállunk erre. És akkor nézzük, hogy ez 2580-as menjen fel maxra. Ugye most, amelyik lefele megy, az is többet ér. De talán bízunk benne, hogy amelyik fölfele megy, az
föl fog jól fejlődni, és akkor oda fogjuk vinni ezerrel az összeset, mind a 80 ezer litert, körülbelül ugye annyi van, és akkor azzal keresünk egy rahedli pénzt. És ez pont jó, mert kettő kocsival így el tudjuk vinni, ugye nem kell még egy, mert így, hogy a pót... Jaj, hát kéne valami beülni. Ebben 6000. Ja, akkor izé, gyerekek. 77000. Na. Hát elindítottam. 77000 liter szója bab jött le erről a földre. 77000 liter. Amíg, hogyha mi 2500-re számolunk, akkor is ugye 210000. Sőt, még több, 200, majdnem közel 240 ezer, 230 ezer. Úgyhogy ez jó, ezt egyelőre ugye ideállítjuk, nem tudom belementeni. Oké, időpörgetés muszájos. Meg kell nézni az állatoknál egyébként, van-e minden egyéné. 15.400, egyébként lehet, hogy a búzának kell menni legközelebb. Valószínű, hogy búzázni kell legközelebb, mert úgy látom, hogy az állatok azok nem nagyon preferálják, hogy nem lesz nekik kaja. Na, próbáljuk meg, gyerekek. Próbáljuk meg. Az alsó akkor ő beállt 2000 izéni. Jó, de nagyon nem jó. 2587. Még ami lefele megy, az is jobb. Na most annyit tudunk csinálni, hogy esélyt adunk neki. Ugye, amelyik most egy lefele, az még föl, amikor fölfele megy. Csak az a gond ugye, hogy a csukok ki fognak fogyni a búzából. Ó, te várjál. Talán a felső, a központi gabona elevátor elkezd fölfele menni, abba bízunk. Közben meg kéne nézni, hogy a tyúkok a kajáját várjál, mert azért... 4000, 3000, 4000... Jó, egyébként van ott még kaja. Szóval tudnék nekik adni. De az a végszükség esetében... Az a felső, hogyha elkezdene fölfele menni nekünk, az nagyon jó lenne. 2500... Nem, az alsó. Vagy akármelyik, ha fölfele menne. Mennyivel pörgetek? Menjél már a bab fölfele, ne szórakozzon. Nem már, hogy lefele! Na az alsó most fölfele fog indulni szerintem mindjárt. Menjél már fölfele, vegyél már fölfele. Ott 2700... Jaj, bazze! Nincs több hely! Raklap! A frat életbe! Kaja az még van, jó. Mehetünk csirkét rendezni, bazze. Mi a probléma, mi? Na nézzük, mi a szituáció itt. Ó, nincs több hely, nincs több hely. 7200 liter. Ki kéne hordani akkor, amit elviszünk majd. Na nézzük. Mi van ám raklapunk, úgyhogy 7200 liter. Mi, bocs, ezt meg kell csinálnom, mert úgy látom, hogy kicsit bajok vannak. 7200 liter. Meg írja a szegény. Meg hát ugye nem tudja hova rakni, akkor az baj. 7200 liter, te Jézus Isten, egyébként mennyi pénz az már megint. Ez már megint annyi pénz, ezt tudjátok képzelni. Ja, mindenképpen búzáznunk kell, úgy látom. Bocs, ezt gyors beleszórom. Oh yeah! Mi van? Megtelett? Hogyan telett volna, meg milyen hülye vagy? Nem dobáltam ide vele? Jó. Nehogy ilyen elkalódott dobozok legyenek, mert az lehet nem tesz jót az engine-nek, hogyha szanaszéd vannak. Ugye ezek a fizikával rendelkező tárgyak nem nagyon jó, hogyha mindenhol vannak. Na nézzük. Oké, oké. Na, egyébként itt úgy látom, hogy itt volt a probléma. Megnézzük azért a másik csirkeólakat is gyorsan. Hogy nem mi van ma? Ne, bebogoltunk. Jaj, ne! Bebogoltunk. Nem fogja elvinni. Jaj, gyerekek, nem fogunk tudni mozgatni dolgokat. Izé van, bug van. Nem, egyszerűen nem, jaj, ne. Bebogolt, meg kell néznem ezeket a csirkeólakat, jaj, ne! Mi a szitu itt?
7200, 1600, jó, ebbe még fér. Meg itt van egyébként, mindjárt megnézzük meg ezt. 7200, 7200, nem fogja tudni hova rakni, Jézus Isten. És bebogoltunk, valószínűleg ki kell lépnünk be, úgyhogy ez jó, itt is tele van minden. 7800, 7200, aj, ne, nem fogok tudni olé vinni dolgokat. Van egy ilyen hiba, azt van észre, érzékeltem egyébként. Jaj, úgyhogy mentek egyen. A francba pedig mindenképpen ma meg akarom venni a, vagy most meg akarom venni a, az ólakat. Várjál már. Úgyhogy bocs gyerekek, de ez, ez ezzel jár. Mentettünk, ugye? És visszaléptek, és akkor megvesz. Ah, bocs. De hát várja, ez nem így kellett volna történnie. Ugye, menübe kéne lépnie? Lép, menübe lépjünk! Mi történt? És ez ennyire szép csúszott. Ne! Hallod? A menübe kellett volna visszalépnie. A kilépés a játékból az nem azt jelenti, hogy... Ja, bevogolt, hogy valami egyébként azt csinálja. Ezt gameplayen kívül egyszer történt velem, amikor teszteltem valamit, és ugyanúgy a pakolásom így elszállt. Nem tudtam pakolni. Nem, hogy a mentés az megmaradt. Úgyhogy most ez így velem együtt izgulhattak, hogy nem ezt szívtunk nagyot. Jó. Töltj, hogy be van. More. Remélem, hogy a videó felvételben így nem zavart be. Mármint így jó a felvétel. Tehát így, így vagytok még, meg így veszi a dolgokat, mert akkor megőrülök, ha nem. Hát az úgy egy kicsit kellemetlen lesz. Na mi történik egyáltalán? És mi van most? Miért tölt ez eddig? Meg egyáltalán veszi a hangot? Most így, vagy így beszélek magamba? Ezt nem hiszem el, hogy nem sikerül valami. Mint ilyen bugnak kellene, ez itt valami nagyon gyanús. Na, jó, oké, hát ez miért eddig töltött? Folytatás. 51 000 van, úgyhogy valószínűleg, hogy jó, ugye? Mondjátok, hogy jó. Mondjátok, hogy veszi a hangot. Nagyon izgulok. Francnak bagol be, bazze. Mennyi van? 40 parány perc megy. Figyeljetek, ma mindenképpen meg akarom menni a következő földre. És akkor legközelebb, vagy még ebben a részben nekiállok építkezni. Mert az egyébként nem tehát sokáig a legelső rész az építkezés, mert csak egy ilyen nagyon drasztikus lesz. Tényleg ilyen brutál drasztikus. Na, töltődjbe. Töltődjébe, töltődjébe. Reméljük, hogy jól fog működni. Reméljük minden klappol. Nagyon félek, hogy elveszítem egyébként ezt a mentést. Azért beleöltünk egy csomó részt. Szerintem még aki otthon játszik és gameplayen kívül csinálja, az is sokszor így izgul, hogy úristen, nehogy tönkre menjen a mentés, hogy nehogy valami baj legyen, ne valami extrém bug legyen, főleg amikor képzeljétek milyen elcsesződne, és akkor azt mondanátok, jaj, megunta a Keeper, azt nyozd meg, hogy szart mondtam meg, csak lehet, hogy valami elcsesződött. Ja, akkor én vissza kéne menni, hol tartottunk? Most már fel tudom menni a dolgokat. Ja, ugye van egy ilyen, ja, meg jó, a mentés az egyébként működik. És most már tudom mozgatni, látod? Ilyen dolog történik, gyerekek. Akkor itt meg ugye kicseréltük, itt kicseréltük, a másik... Ja, ezt meg bele akartam szórni, de lehet, hogy nem szórom bele, mert nehogy megint valamit bebagoljon. Ott megnézzük, hogy mi a szituáció, 7200-asokat kirakjuk egyelőre. Aztán az lesz. Itt vannak egyébként üres raklapok bekészítve, szóval ez tök jó dolog. Csak a közelében ne vigyük a teléket, mert ugye úgy eltűnteti őket, mint a szar. Ez 1600-as, jó. Rakjunk ide újjönöt. Jó. Nézzük meg ezt az oldalt még. Itt mi a szitu? 7200. Jó. 7200. Annyira nem zavar, hogyha ott lesznek a tojások. Csak ugye az a baj, hogy nem tudja sehol rakni, már az a nagy baj. Na most ilyenkor... Mondjuk vihetik is beálmod el. Legalább látjátok, hogy szenvedek itt. Egyébként képzeljétek el, amikor gameplayen kívül így hordok ennyi cuccot. Na mi történt? Ja, mert itt van egy 7200, és közelébe levigyétek az üresen. Ugye tünteti mind a szart. Nem tudom egyébként miért van az a bug, hogy így egy idő után nem tudsz pakolni, így bebagol. Lehet, hogy ez a Lumberjack mód, vagy valami ilyesmit csinálja a fesztivált. Gyere.
Várjál, most jó belekeveredtem. Na mi van ma? 4800, ott egy 7200-as még. Azt a betyár, úristen, hogy egy pénzt keresünk. Van az is zavar egyébként. Jó, most meg betettem az ajtót szerintem. Pont ott kattintottam, kizártam magam, lol, hogy bezártam. Na. Egyébként ez, hogyha túl közel fogod meg, és neki mész a saját magad által vitt raklapnak, az azért ott az, tudja dolgokat. Fölvergeli a képet. 7200, 7200. Úristen, gyerekem. Csak az a baj, még pörgetnem kell az időt. És esküszöm, hogy nem azért, hogy a tojások kell nőjenek, vagy a tojás mennyiség. Hanem tök más oka van, hogy normális árba adjuk el a dolgokat, ugye. Jó, akkor ezt még elviszem a távolabbihoz, jó, távol tartom a 7200-asoktól. Ha ide hoztam, akkor hol nem hoztam, várjál. Ezek ugye nem tele vannak már, vagy mi van ma? 4008. Ha megőrülök, hogy ma ennyi tojást termelünk, komolyan. Ez is megvan, jó van. Ez is megvan. De máshol nem volt 7200-as még. 0-0. Akkor berakjuk az egyik helyre, mondjuk mindegy, hogy hova. Ahol egy van. De ugye megint előjön ez a bug. Akkor marulunk meg. Közelébe revigyük a másik, mert akkor van baj. Egybe rakja. Oké, okay. Akkor itt van egyébként, úristen, 2-6 raklap, meg ott volt, nem is tudom mennyi, ugrassunk inkább. Ott volt, 4 raklap, az 10 raklap, 7200, az 5700, 35, 350 ezer körül lesz. Akkor egyelőre, ugye, a bab megindult fölfele. A bab miért ilyen szar állapotban? Gyerekek, lereszetelte, ahogy kiléptünk, beléptünk, lereszetelte a babárat. Komolyan mondom, most kezdek el vadulni, hallod? 2700 volt a bab, és mi most meg itt szarakorunk ilyen izével, ilyen lószar árral. Na jó, 2005, 2006, 2007, na érdemes volt várni. Ne! 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 3000! 3000! Éjszaka kell vinnünk gyerekeket. Gabona malomba. 3000! 3000 a bab! 3000 a bab. Gyerekek, most megfogtuk az Isten lábát. 3000-szer 80000 liter, 3x8. Jézus Isten, gyerekek, Jézus Isten. Jézus Isten. Na, kapcsoljunk egy világítást. Ez van gyerekek, ilyenkor kell vinni. Menjünk. Hát igen, van rajtunk súly. Menjünk a főúton, jó? Ugye nem nagyon merek ezzel menni ilyen hegyi utakba. Azt a betyár, gyerekek, gyorsuljunk már. 40 ezer litert kapásból eladunk. 3 ezer ér. Az kapások 120 ezer lesz, gyerekek. 120 ezer lesz az a forduló. Olyan 240 ezeret fogunk keresni. Csak a babbal. Juh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 u
kinőtt. Kinőtt a bab. Úgyhogy mindenképpen izét akartam, ugye most már búzát nem hogy akartam, hanem muszáj. Meg is nézem az állatokat. Jó, még épp hogy van kajájuk egyébként. Különben izé, mindjárt ilyen vesznének, vagyis nem termelnek tojást. Még gyorsan, nem tudom mennyi a tojás ára. Van az, mindenre itt figyelni kell onnan, megőrülsz. Persze a tojás ára jó szar. Persze lefele kell menni a tojás árának. Jó, ezt elvisszük, visszük még egy fordulót, az tojás árával valamit kezdünk, azt elvisszük a tojást, és akkor megveszük a földet, meg még marad egy csomó zsetmanunk szerintem. Tehát a földből meg a tojásból szerintem egy ilyen 7-800 ezerért ki fog jönni. Azért az nem gyenge. Úgyhogy búza lesz, kell búza, úgyhogy még egy adagot nem tudok csinálni. Valószínűleg nem fogok tudni hátrafele billenteni, hogyha rajta van a pótkocsi. Azért megpróbáljuk. De valószínű, hogy nem. Bár azt nem érne. A fűver egyébként ez a gép elkezd csúszni, de ilyen extrém módon. Valószínű, hogy igen, nem nagyon akar így billenteni.
Billentset már le? Ja, le kell fogni róla, hogy billenthess. Bocs, hogy éjszaka csináljuk, de most ez muszáj, gyerekek, ez nagyon muszáj. Oda néz, hogy pörög a ló, gyerekek! Mennyi volt 50 000 körülbelül? Kapásból figyelj! 120 000? Igen, rá fogunk. Nem látod ilyenkor? Na, ilyenkor nem is nagyon akar. Jó, bejövünk a másikkal is, azzal is billentünk. Hadd pörögjön a lóvé, gyerekek! Igen, ezzel egy 170 000 körül kell felmennünk ezzel az adaggal. Jó, számoltam. Aha. Igen. Azért, gyerekek, szerintem azért nem érheti szó a ház elejét. Bocs, hogy egyébként lehet, hogy ez egy picit hosszabb lesz ez a rész, mert arra gondolt a keeper, hogy akkor ezt mindenképpen adjunk el mindent. Várjuk egy csodálatos egyenlege. Egyébként mindig az indexképre kiírjuk, vagy kiírom, hogy mennyi az annyi. Ez nem rajolás, hanem egy gyakorlatilag a fejlődésünket mutatja a franc essen bele ebbe a táblába, de legalább ez jó oldalon van. Ez legalább jó oldalon van. Ja. Előzni akarok, vigyázz! Itt nem lehetne vasútátkelőbe. A keeper nem szabadul itt. Előz. Ja, bőven bele fog férni még ebbe. A tojásárát megvárjuk, hogy fölmenjen, még ha a tyúkok nem is kapnak kaját, annyi baj legyen. Ja, itt meg ide, még learadhattam volna ezt a csikot, jó, ilyen voltam. Mindegy, ugye ez amúgy is gyomos, meg nincs megtrágyázva. Kár volt, nem szabad semmiképpen vetni még addig, amíg tudod, hogy mit beszél a képen, csak lehet, hogy egy kicsit nem érthető. Addig nem érdemes. A fűre rámész, egyszerűen elveszti a kontrollt ez a gép. Most például, ahogy rávettem a fűre, elkezdett csúszni tovább egyenesen. Ez beteg volt, durva. Jó nagy ígybe. Jó, most aztán nem dumálom ki, hogy a fűre kell rámenni hozzá, hogy... Na. Az lett volna jó, hogyha belefér. Nehogy búzát engedjél bele. Szóval jobb a 30 000, hát nem fog beleférni sajnos. Ugyanúgy 3 pótkocsival fogunk menni. Nézzük meg, ilyenkor ugye nem változott a szójababnak az ára, remélhetőleg. Nem. 3030-ba, jáj! Halore! Szerencsénk volt, és azért érdemes pörgetni, most azért nem mindegy 2500-ért adod-e, vagy 3000-ért értem. Most akkor 80 000 liternél már 80 × 500. Ugye? Ugye 10 × 500, 5 000 × 8, majd 40 000-eket buksz. Hát azért az valamire nem mindegy. Na mi van már, adjunk már, csináljuk már. Azért, de így, mondjuk lehet, hogy el tudom vinni egybe, mert ez ugye 22 000 literes vagy mennyi, 23 000. Ez jó lenne ebbe beleférni, azt akkor egy pótkocsit ezt le tudnám akasztani. Ó, bele is fog férni, jó van, a legutolsó pótkocsit le lehet. Ja nem, várja már, az IFA ott van, az IFA-ban még van ám. Van az ifában, még ne viccelj. Jaj, mennyi cucc. Jó. Oké. Milyen? Jó van, gyerekek. Egy kis pénz áll a házhoz. Bőven meg tudjuk venni a területet, meg lesz még egy csomó pénzünk a fejlesztésre is, az építkezésre is. Megszívesebben egyébként ebben a részben még megcsinálnám a fejlesztést. Ha belegondoltok, két rész alatt keresünk ám ennyit. Mármint két rész alatt keresünk, nem is tudom mennyi pénzünk lesz. Nem is tudom elképzelni. Mármint így most szerintem megint nagyon extrém módon meg fogja dobni a pénzt. A tojás meg ez a szójabab. Egyébként nagy gépekkel nem csak a tojásból lehet nagyon sok pénzt csinálni. Mert ugye gyakorlatilag egy rész alatt kerestünk 240 000-et ezen a földön. Hogyha lennének sokkal nagyobb gépeink, ugye kétszer ekkora vető, kétszer ekkora kombájn, akkor mindjárt kétszer ilyen gyorsan megcsinál. Egy rész alatt keresnél ennyit. Szóval... Meg ugye még nagyobb földön már milliókat is kereshetné akár.
egy-két rész alatt. Szóval annyira nem csites az a csirketerep, csak mi rengeteg pénzt beleöltünk. Hogyha azt a pénzt abba öltünk volna, ugye, hogy földeket veszünk, meg kombájn veszünk, meg vetőt veszünk, akkor azzal keresnénk sok pénzt, akkor nem a csirkékkel. Viszont mi abba öltök bele? Hát így, ilyen ez van. Na akkor konkrétan 76.725 liter jött le ilyeneket. Ezt így akkor várja, le kell akasztalom ugye megint. Akkor tudok így üríteni. Ja, nekek annyi pénzük lesz, de nem tudjuk ekőteni, hallod. Most ugye megvárjuk, hogy a tojás menjen fel maximumra. Úgy adjuk, de jó lenne, hogyha nem kéne messze menni, hanem meg tudnék örülni. Oké. Okay. Mert az ürítés. Na, váltunk a másikra. Mert az ürítés. Abból is. Jó, a gyerekek, ezzel fölmegyünk olyan 300 ezer köré, 290 ezer köré. Meg még akkor a tojás. Jó. Nagyon jó. Ugye azért nem növekszik gyakorlatilag a tőkénk. Mármint ugye már mindig befektetjük. Erre ugye gondolhatjátok, hát még mindig csak 280 ezer van keeper. Hát így nem lesz meg az 1 milliárd euró, de hát ugye folyamatosan befekteti a keeper, vagy gyorsabban jön a pénz. Úgyhogy amikor már érünk szerintem ilyen megkeresett, mert most már bőven megkerestünk szerintem 2-3 milliót biztos. Hogyha eladnánk mindent, meg a földek, meg a gépek, meg gyakorlatilag a csirketelep, meg a csirkék, meg mindent eladnánk, szerintem 2-3 millió most már lassan meg lenne. De ugye, hogyha szerintem ugye a megtermelt 10 millió környéki határt így elérjük, akkor már ott leszünk, hogy ugye tőke növekedés fog lenni, mivel ugye most akkor már annyira nem fogunk sokat költeni. Lesz géppark, lesznek földek, lesznek disznók, lesznek csirkék, ezekre már nem kell költeni. Úgyhogy ez valószínű, hogy akkor egy idő után ugye már nem fogod a tőkét fölemészteni, a hasznot ugye nem fogod beforgatni, hanem gyűleni fog a pénz. Na gyerekek, ide bemegyünk. Itt leakasztom a két pótkocsit. Ez éppen akkurátusan. Mondjuk akasszuk hátra, jó? Itt a zavaró tud lenni. Ja, az nagy hülyeség volt, hogy itt nekiálltam izajánni. Vetni, ez fölösleges volt. Oké, ezt leakasztjuk. Nézzük a tojás árat. És a tojás ár növekedéséig pörgetés. Hát valószínűleg egyébként ki fognak fogyni a tyúkok a kajából. Sajnos. Bár ugye tudnék bevinni nekik, de most... Úristen, a békeseggel adta a tojás, gyerekek. Jó lenne, fölmenne. Ennyi már fölfele, 4500. Ennyi már fölfele. Aj, nem hiszem el. Az a baj, hogy úgy utálom, hogy zavaró, hogy tudom, hogy kifogytak a csirkék a kajából. Igen, nem bírom ezt ki, ez olyan zavaró. Hely megjelölése, figyelj, van nekünk kajánk, akkor vigyük be neki, mert így meg olyan idegesítő, érted? Hol van a izénk? Vigyük neki be, nem bírom ki, hogy ne... Én nem bírom ki, hogy éljeznek a csirkéjék, komolyan mondom. Adod, én már az... Nem bírja ki a gépből. Csirkék éjeznek? A csirkéim éjeznek? Várják, hogy pakolom a raklapokat. Éjeznek a tikok! Éjeznek a tikok! Éjeznek a tikjaim! Jó, majd ide állunk, aztán itt feszedjük ezeket. Éjeznek a szegény pipik! Éjeznek. Nem, ez tényleg, elmondom nektek, hogy idegesít, hogy nem, hogy éjeznek. Akkor tudom, hogy meg tudom oldani, hogy jó itt is, meg már tőzbe termelődik a tojás. Úristen, meg fogunk vadulni. Hol van? Nem erre kellett volna, de jó lesz így is. Ez a, ennél a gép, vagy ennél külön a gép nélkül itt vért izzadnék komolyan. Na. Oké, okay, és akkor nézzük, hogy mi, melyiknek kéne még. Ezt is azt csináljuk, hogy felé fogom már beönteni. Hogy húzzák ki érted a következő maradásig, vagy nem tudom. Jó. És akkor annyit csinál a keeper, hogy... Megnézi, jó, meg van 3000 liter. Ó, ezeknek is izé, ezeknek sincs. Ez melyik az?
Ez melyik? Most. Ez elvileg. Pedig az. Ez ez, nem? De nem az jelöli, várj, melyik az a melyik? Hol van az a hülye zöld jel? Ő nekik nincs, jó. Akkor ő nekik az melyik? Ez az, ugye? Ő nekik is öntünk be a maradékot. Jó, akkor ők már kapják elvileg, na, kapják? Kapják. Ő nekik 2000, ő nekik 9000, ő nekik 700 és a 700. A 700-as... még kellene adni, az, meg hol van, az távol van, jó. A két 700-osnak még nem bírom ki, hogy egyébként éheznek, bocs. Most lehet, hogy itt most ez utáljátok, hogy ezt itt csinálja a képer, de egyszer nem, tényleg idegesít, hogy ezek éheznek, ezek a tikok. Ugye még van gabona, akkor szarér éheznek ezek a szerencsétlenek. Ha az jó. A jobb hátsónak. Szóval van, nem? Akkor egy búza. Mind van még búza, még egy adag. Még szépen ketté tudom osztani ezt. 3-3000 liter. És akkor lesz ennek 3000, ennek 3000, ennek 2600, és ennek a kettőnek is meg lesz a 3000. Ó, látod? Látod, nem kell itt azért spórolni. Mindjárt tudnak enni. Hát muszáj, figyeljetek, most ezt ebben vállaltuk, akkor már csináljuk meg, különben pénzt nem keresünk bele, csak vannak. Viszi ugye a pénzt az épületek, meg minden. Ennek ugye hátul van, bal hátul van az ellátója itt. Oké, és akkor megjelölthetjük az utolsót. Ezt. Ja, át kellene neveznem, írtátok, hogy át tudom ezeket nevezni, úgyhogy az jó lenne. És ez melyik? Aha, az. Jó. Annak adok még, aztán akkor már nem kell vele vinkódni, akkor megvárjuk, hogy fölmenjen a tojás, és eladjuk. Bocs, ez egy ilyen hosszabb rész, de muszáj dolgoznom, gyerekek, nem bírja ki a kiipőr. Egyébként még egy ilyen tojásos, izét, pakolós. Pozzá, beöntöttem neki, nem kellett volna beönteni. Ó, elgondolkoztam, jó van, az egyik akkor csak 700 literje van. Na várja, nem tudok kiszárni, mert a szar helyen áll meg. Jó, akkor ezt elcsesztem valamilyen szinten a képet. Egyiknek csak 739 ezer liter, vagy 739 literje van. De egyefenes nem olyan nagy gond. Talán mázling van, akkor meg gyorsan felmegy a tojására. Az egyik az nem eszik. Egyikek nem esznek. Na, felindult, azt el is adjuk. Supermarket, már megint a távolabbi. De jó, ott el is fogjuk adni, ott annyira mennyi. Na mennyi idő van? Jaj, ne. Az, vagy lehet, hogy az meg még magasabbra menne. Milyen a 800, mennyi magasabbra, mert akkor ide kellene csak hordanom. Bazze. Jó, 5 óra reggelig pörgetek az idővel, ott adjam meg. Nem, éjjel nem dolgozok. Megnézzük a tojást. 5200. 68. Jaj. Na gyerekek, akkor viszont most nagy munka lesz. Mennyi idő van, gyerekek? Jó. Még annyi, hogy a tojásokat mindenképpen szeretném adni, meg kéne nézni, hogy mennyi van. És itt is már 7200 liter. Megint hordhatom ide ezeket a raklapokat. A 7200 litereseket, azokat ki fogja rakni a képer. Úristen, mennyi... Ez miért csak... Úristen. Miért nem rakja bele néha? Nem jó, rakom oda azt a raklapot? Vagy nem tudom, mi történik egyébként. Mennyi van egy ilyenben? 150 liter? Hát ez nem fog megtelni, úgyhogy ezt lehet, hogy elengedem. Mondjuk 150, szóval mennyi ez? 10? 1500 körül van, vagy? Mondjuk ez több, mint 10. Mindjárt meglátjuk. Mindenképp bele kell szórnom. Jó, hát figyeljetek, ha dolgozni kell. Muszáj a pénzért. De viszont nem is tudom, el sem tudom képzelni egyébként most mennyit fogunk keresni pénzt. Sajnos az állatok viszont... Az egyik, a legutolsó az éhezik. Az most kiesett a termelésből. Lehet, hogy fogok is venni nekik takarmányt. 3100 liter az nem kell. Itt meg ugye, jó. Lehet, hogy fogok venni nekik takarmányt, és fogok hozni nekik.
hogy termeljék a tojást, tehát ne éhezzenek. Igen, most itt mit nézek? Hogyha lehet venni a boltba a tyúkoknak való cuccot. 7200 liter. Megvan. Nézzük. Itt mi a szituáció? 7200 liter. Hát az lehet, hogy nem fog felférni egy izére. Egy pótkocsira, azért gondoltam, hogy lehet, hogy kéne még egy pótkocsira. Jézus Isten, ennyi tojás! Hát mint már megint milyen, mekkora mennyiségű pénzt fogunk kapni érte. Ó, hát de ez már nem tudom, nem tudom kontrollálni, hogy ennyi. Na, és most átöntötte a másikba, látod, erről beszélek. Ebbe beleöntötte. Jézus Isten, valóban ez már tényleg egy kicsit, nekem ez egy ilyen extrém kategória, de hát ugye látjátok, hogy mennyit zabálnak. Ez 2400 liter, nézzük, valahol nem maradt el. 2400, 1600, gyors megnézem minden egyét, vagy minden oké. Ja, itt sincsen. Jó, oké. Hát lehet, hogy nem fog felférni egy pótkocsira azon agyal a keeper. Minden esetre el kéne jönni a kamazzal. A kamaz, az meg elvileg ott a temet. Mi ez? Mi? Gyapotot vesznek. Arra sem megy meg. A tojás azt sose tudnám felugrani ezére. Ilyen extra jóra. Ja. Nem tudom, hol van a... Itt van. Itt a kamaz, ugye ezzel jó elhúzingálni. A pótkocsit. Egyébként lehet, hogy veszek még egyet. Na. Hova kell vinnem? Jó messzire kell vinnem, mi? 200-al több. 200-al több az meg viszont nem kevés pénz, úgyhogy valószínűleg, hogy... Valószínűleg, hogy el fogunk oda menni. Lehet, hogy viszek még egy pótkocsit. Két pótkocsi tojása. És megint a fűre kiértem, megint tolt az orrát. Oda még. A fűre kiért, csúszik a gép. Fűön nem szabad vele venni. Lehet, hogy kettő pótkocsit, veszek egy pótkocsit, még egy olyan flatbedet. Azzal azért kicsit gyorsabban, meg több normálisabban fölfér, nem borul fel, meg ilyesmi. Jó, 90 ez a végig futunk. Eladjuk, mennyi van? 283 ezrem. Igen, fogok venni gyerekek izét, fogok venni tápot majd a csirkéknek, hogy a következő aratás ugye addig húzzák ki, úgyhogy lehet, hogy egy pár ezer liter táp fog majd beugrani, van arra pénzük, de hát a tanulság az, hogy gyakorlatilag legalább kétszer annyi búza kell, mint amennyire számít a keeper ezzel kapcsolatban. Úgyhogy az lesz gyerekek, hogy veszünk tápot majd. Ugye, gyorsan megmutatom, hogy elvileg csirketáp itt van, 1000 liter, igaz, 1500, de hát most veszek egy 15 000-ért veszek egy 10 000 litert, azzal azért talán kihúzzák azok nálam, amelyik kevés van. Viszont egy pótkocsit akartam venni, ugye ezt a flatbedet, amelyik, őt, és Mála Hordóra. Mennyibe került? Nem is sem néztem, 2700, gyerekek, már úgy veszem a dolgokat, hallod? Mint más a gatyád, a pótkocsit. Jó, hát ez nem egy drága pótkocsi, tényleg. Meg elég use lesz is, már mint így szemet hordani, meg szóval az elején tudod használni normálisan. De nekünk ez így ideális. Ez a flatbed pótkocsi. Meg akkor ezt, ja, ezt okosba tudjuk úgy csinálni, hogy az egyiket megpakoljuk az egyik helyen, a másik ott van a másik helyen. Igazából ez nem is hülyeség, hogy kettő darab pottal fogjuk nyomni, mivel két helyre le tudjuk rakni, kapásból meg tudom rakni majd. És akkor nem az van, hogy ide-oda húzkodom, hanem egyből pótkocsira lehet rakni a raklapokat. Azt szerintem például pöpec dolog lesz. Itt mondjuk, itt le tudnám fogni ezt, úgy, és a másik az, másikra felpakoljuk az ottani dolgokat. Értitek? Ipor nagyon rá van itt állva a dolgokra. Gyors. Satúfék, tolatás. Nyia. Nyia po nyimán. Valahol be kéne mennem. Mari, vigyázz, mert elütlek! Úgy. Oké, erre dobunk egy párat. Megint a fűre vigyázni kell ezzel a géppel, gyerekek. Oké.
dobjuk föl, csak erre menj, jaj, gyerekek, ma bebagoltunk, mi? Meg fölre szoruljon rá, inkább akkor majd nem rakok halak hátra. Mint ezelőtt, két része ezelőtt, az a két része ezelőtt is, vagy három része ezelőtt is kerestünk be az 500 ezer körül. Hát most mennyit fogunk keresni? Szerintem ez több tojás, nem? Egyébként ezt a rakodást meg már tök élem. Ezért nem szabad hozni, ha még nincs 7200 literes, ide-oda pakolják egymásba akkor a... Marjám, azzal most meg elcseszte a keeper, mert forrírva vagyunk, azt tolathatok rá. Figyelj, fűre rá megyek. Ezt egy csúszik az orra. Felejtsd le, hogy egy irányítod normálisan. Jaj, ne forgassál, hogy és ez körülött nekem komolyan. Jó, hogy itt nincs forgalom, bazza. Jajjaj, túltoltuk, Béláim. Béláim, túltoltuk. Ugye, odébb vallok, mert nagyon betörtem. Ez az nem olyan jó. Még egy kicsit odébb adtam volna. Nagyon a keeper elcseszi. Mondom, mindjárt, ide lekapcsolom, azt odébb lököm, komolyan mondom. Már rossz se vegye meg már. Hetőr be, másik irányba kormány ezt a szerencsét levője. És vissza, úgy. Ha egyszer megtanulod, majd 100 éves korodra ezt a tolatást, komolyan. Gyerekek, kezdek vadulni. Az a baj egyébként, nem is érzékelem normálisan, hogy milyen messzeket vagyok. Ezért, az itt... nem hiszed el, hallod, komolyan mondom, megőrülök. Ne, komolyan mondom. Már kezdem elveszíteni a türelmemet. Az idő se barátom, az a kamasz se barátom ebbe. Csak sikerül. De szed össze magad. Édes Istenem, a végbe abba, hogy ezzel tökörészik a képerét. Amikor már olyan hosszú, csak egyszerűen nem bírom, van amikor ilyen célok van, és azt egyszerűen nem tudom megvalósítani. Most például nem is tudom, mi lenne, hogyha elromlana megint a rakodási dolog. Ezt le kellene kötnöm ebbe. Aztán akkor rakjuk a másikra, aztán meglátjuk majd erre. Jaj, te mennyi tojásod. Hallod, mindjárt megszámolom, ezt kiszámoljuk. Mennyi? 5000-be? Aztán nem én dobtam le, hanem kiesik a kezéből a karakternek, érdekes. Rakjuk akkor a másik végére, oké? Okay? Ez a íze is a barátom, ez a betonkerítés itt. Mindjárt kiszámoljuk, hogy mennyit fogunk kapni érte. Mennyibe megy? 5200-ba? Isten, hallod-e? 5200-ba. Jézus Mária, hallod. Kell a pénz, bazd a lóvére, mert a keepernek hatalmas terveit meg kell valósítani. Megint új föld. Megint új föld, és nem kicsi földek, hanem ilyen 300 ezer fölötti földekbe gondolkodik a keeper. Azért az egész halanya aranyosan működik már. Ez, gyerekek, ez egy brutál nagy pénz. Most látom, hogy ez nem kevés ez a raklap. Valahogy kevesebbre számítottam. Még jó, hogy hoztam egy pótkocsit megint.
Hát ott egy kicsit annyit csinál a keeper, hogy leköti, nehogy lelökjem a másikakkal, aztán... Jézus Isten. Jézus Isten, még itt van négy. Ez már sok hallom. Fölrakunk kettőt erre, fölrakunk a másik kettő, másikra kettőt, és akkor darabjál lesz 8. 16 raklap. Ugye számolunk egy nagyot. 16 raklap. Úristen, 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 úristen. 16 raklap. 16 raklap. Jézus Mária. Szia, berakom, aztán ide beékelődik, nem ékelődik ott be. Na, akkor ezt is lekötjük. Hadd váltunk erre. Ezt is lekötjük. Jó. Ez 16 raklap. 6, 8, 8, ugye? 2x8. Na, hát, itt tudok egy fordulót? Jaj, nem, megint ezek a földbe rakott fák. Kedvenceim. Jó. Nos, kacok. Ez itt egy árok? Azt tudja, a tojások azok pirják. Nem gumitojások. Kinder tojást tojatom, gyerekek. Jó, mindenképpen kell vennem. Gameplay-n kívül megint hordom ide a rakatot, és fogok venni. Ugye? 16 raklap. Mária, az mennyi? 10 raklap az, az ugye 72.000 tojás. Meg 40, 110.000, körülbelül 110.000 tojás. 5.000-re szám. Jézus, az ilyen 600.000 pénz lesz, gyerekek. Meg van 280.000-ünk. Fölmegyünk ilyen 800.000 körülre. Úristen, minden, bármit meg tudnék menni. Hallod abból? Ez nagyon durva, nem? Mármint a legnagyobb gépe, izét a legnagyobb traktort, Challenger, vagy amit akarsz, vagy a legnagyobb Combine-t, bármit meg tudna. Ennek a folyásnak az árából bármit meg tudná venni. Egyébként bombemelóval. Várjátok, itt ugye okos be kellene menni, azon gondolkodok. Nézzünk egy térképet. Igen, itt ugye okos be lehet menni, hogyha rátérünk. Újjújjú, csak nem nagyon megy a terepen az a gép. Itt el kéne menni okosba a földutakat, kihasználva. Itt balra. Hogy kint a térkép, de a keeper navigálni próbál. Még ilyen kicsibe is egy... De hogy nem lehet ömleszbe oldani a tojást, az élném. Jó, itt átmegyünk. Itt nem mozog a vonat, ugye ezen a mapon. Egyébként itt okos be lehet közlekedni, mondom nektek. Rendes földutak. Jaj. Földutakon végig. Ez elég kocifantos. Megkofa, bazza. Öcsém. Fier, fülön vagyunk, mindjárt csúszik, mind az őrült. Na itt lemegyünk. Lemegyünk a vasút mellett. 13-as földről átmegyünk a 37-esre. És akkor gyakorlatilag az jó is lesz. Nekem szupermarkethez kell, ugye biztos? Nem ugye elcsessze a képer. Aha, szupermarket. De hallod, azóta, amióta megcsináltam ezt a csirketelepet, majdnem mindig, az utolsó két alkalom legalábbis, amióta ilyen nagyobb, hogy csúszik ez a keresztbe hosszába, azóta mindig a csirketelepen veszik legjobban. Nehogy jól érezd magad. Vagy a csirketelepen a szupermarketbe veszik legjobban. Most elgondolkoztam. Ismerd meg kis hazánkat téma van, és akkor itt el kell menni, és át kell menni a 35-ös földre. Nem tudom, hogy van a csinálni közlekedés, ez mennyire jó. 35-ös, tényleg komolyan mondom, csinálj utat. Ilyen félvilágot megkerülve tudsz lejutni, ugye, föntről le. Nem a fiú. Itt át kell menni ide. Komolyan, én fog, megveszem az összes földet, bazze, azt izét fog strádát csinálni. Esküszöm. Ha ugye a másik irányba megyek le, akkor meg tényleg így mindenen át kell menni. Na, forduljunk már le itt. Na.
mert ugye lesz egy földesút ott szembe, ami oda vezet. Aj, de komolyan mondom. Én ide mindenképpen hallod, ilyen bemodolok ilyen út, lerakható út elemeket, meg hidakat, meg mindent, csak hogy itt meg már bele rohadunk ebbe a sárba. Menjünk! Menjünk, üzletet akarok, menjünk, milyen, mi? Jó gyerekek, ez ilyen másfél órás rész, dik. Megőrültök velem. Nagyon szuper. Végre! Ide értünk a szupermarketbe. Hát, hogy az a szupermarket a halásznak kell lennie. És minek mentünk neki? Annak a kriptonit táblának? Na jó, jó. Ennyire jobban örülök neki ezeknek a tábláknak. Ezek komolyan mondom, csak azért meg fogok ilyen editor tanulni, hogy ezeket a táblákat kiszórjam az összeset az egész mapról. Mert értem én, hogy van, de az a baj, hogy az engine-nek köszönhetően nem kivihető, hanem így állandóan neki durrant, az aztán eléggé halál. Na gyerekek, akkor ahogy úgy állok be, hogy mind a kettőt le tudjam szórni. Jaj, de jó lesz. Mert egyébként örülök neki, hogy ide értünk. Ó, potyognak a tojások, hát itt tényleg ide lesz. Na srácok, hát egy komoly tojásadadás. Te Jézus Isten! Te Jézus Isten! Te Jézus Isten! Ez annyira... 800! Mennyi? Mennyi? 890 ezer pénzünk lett? 890 ezer pénz... 887... 887 ezer pénzük lett, gyerekek, és ilyenkor vitte le a tojását? Hát nem viszi le, csak hogy gondolom, hogyha most elindítanám egy kicsit is az időt, akkor ilyen extrémül levinni, de hát le van szarva. Uff, 800 ezer pénzünk van, gyerekek, hát muszáj megvennem azt a földet, hallod? 800 ezer pénzed van, érte? 800 ezer, és ez a föld, ez egy piti pénz ahhoz képest, 350 ezer, és marad fél millióm. Megveszem azt a földet, marad fél, hallod, meg tudnám venni a legnagyobb földet. Nincs annál drágább. Meg tudom lenni a legnagyobb földet, oda rész. Hallod, ez mekkora? Te hülye vagy, ez nagyon durva. Hát ez nem tudom elinni. Jó, hát ez figyelj, vásárlás. 350 ezer, hát ez semmi, gyerekek. Ez semmi a keepernek, ne viccelj. Várjál, mindjárt annyit csinálok, hogy... Aha. Ebben a módban. Nézzük meg, gyerekek, nézzük meg. Megvan ez a föld is. Ó, ezt a betyár, ez nagyon nagy már megint. Oda nézzé. Ez nagyon nagy, ez nagyobb, mint az eddigi ek. Te belegondolsz, ezt figyeld már meg. Ez nézd meg, ide, ez a 8-as, ez körülbelül ilyen extrém nagy. Olyan, mint szerintem akkora van, mint a 11-es, 10-es volt, vagy a 9-es, meg a 11-es mondjuk. Öcsém, pacsik, a gyerekek, azért most megy ám a... Az is van fél, több mint fél millió. És ezt is ugye körbevágom, kivágom a közepét, favaladással szerintem nem is fogunk foglalkozni, hanem csak az a lényeg, hogy tiszta legyen, nem fogjuk összeszántani, állattartás ezen fog működni, de ilyen nagyon durva módon. Ezt a közepén ezt is kicsapom, fú, nem tudom kibírni, hogy ne csinálj. Hát ez akkora ez a föld, gyerekek, itt a következő részben olyan durva dolgok fognak történni, hogy nem hiszitek el. Hadd vágjam ki ezeket a fákat, már most nem fogom elvinni őket, mert nem érdekel, ilyen tízezreket kapok érte fél részes munkáért, én azt egyszerűen nem éri meg. Kidurrantam, így nem kapok érte pénzt, tudom, nem számít, gyerekek. Egyébként esetleg wood chipset tudnék belőle csinálni, de van ez már nekünk semmi pénz, nem éri meg, gyerekek. Úgyhogy
Úgyhogy bocs, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt de jó lenne letermelni. Nyugodtan csinálja, én nem akarom csinálni. Én ezt nem, ezt egyszerűen... Az, nálam ez nem opció, mert hogy én ezekkel izvinkódjak. Gyorsan átnézem, és sőt még ezzel se. Én ágas bogas. Szerintem ez meg is van. A közepi. Gyerekek, olyan hosszú ez a föld, hogy végigfutni rajta, hogy rejjelmanom. Ide egyébként kell rendszeresítenem egy Simpsont esküszöm, hogy el akarok valahova jutni, vagy valami gyors járművet, hogy ne az legyen, mert most is azért nem tudok, gondoltam nem ugratok bele a gépbe, mert az is tart egy eddig, hanem kell ide bazzem valami Simpson. Ugye veszek egy Simpson, tényleg gyerekek, vagy valamit mindjárt veszek, hogy tudja közlekedni bazzem, mert itt ez nem jó. Jaj, hát ezt nem akartam levágni. Ugye itt kipucolom a végét, ha már egyszer, az nem olyan, az nem olyan. Ez extrém nagy álmod a föld, odarézzé. Ez már ne! Be van érve rajta gyapot? Pártakarításra kész gyapot? Így vettem meg! Hol, új Isten! Hát, azt nem tudom, hogy most ezzel mit csináljak. Már megvan ez, megtrányozott 0%, gyom 0%. Hát nem tudom gyerekek ezzel mi legyen. Az a baj, hogy ugye a gyapott technológiám nincs. És azt ugye úgy kellene külön megvennem, mert abszolút nincsen gyapot. Hát ez nem tudom, hogy mi lesz ez a gyerekek. De most bocs, hogy ilyen hosszú ez a rész, de most annyira belelendültem, hogy ezt őrülök. A föld végét gyorsan itt megnézzük. Na mi az ott? Mi van ott? Hagytam fákat? Mi van? Várjál, már hadd nézze meg a képer, mit csináltam? Ott hagytam fákat, vagy az egy másik sziget benne? Nem, csak még úgy látszott, figyelj, távolról úgy látszik. LOL! Még gondolom nem nagyon tűnt el neki. Ez a sarka, ez az egyéb? Ezt meg kell néznem. Egy gyerekek, azért itt van konkó. Ez a sarok. Már olyan izék vannak, ám benne van a képek. Benne vannak a képek a fejemben, hogy itt mi fog zajlani. Ez a sarok nem az enyém, viszont egy kicsit át fogja itt a képet alakítani. Ja, a gyapott technológia valószínűleg, hogy az engem nagyon nem a legjobb lesz. Mivel ugye ahhoz külön egységek meg minden kellene. Van viszont mód hozzá 10 000. Ez mi ez valami gépre szerelhető? Traktoros, úgy gyerekek ezzel mondjuk, amire összeszeded arra, ez gondolom nem egy a nap. Hát lehet, hogy nem fogom azt a gyapotot. Na, de viszont elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Következő részben mindenki építkezni fogunk. Valószínűleg azt az 500-ret el is veri a keeper, mint a szart. De tényleg, mivel valami nagyon nagy dolgokra készülök, azt meg fogjátok látni, hogy mire. Köszi szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, sziasztok!